up in my bed, wondering if you have called. The sunlight hit my face and leave a shadow on the wall. I'm falling down in disarray, 'cause these illusions in my head won't go away. I'm climbing up a mountain, trying my best not to fall. But if I focus on my mindset, I know it's gonna be alright. This is just how life is. It's going round in circles. It's going round in circles. Hát jó reggelt, sziasztok! Ma péntek van, és reggel 8:30. Az a helyzet, hogy egész eddig dolgoztam, és az online munkáimat próbáltam meg úgymond utolérni magam. Előző héten egy kicsit megcsúsztam így a munkát illetően, mert hogy eléggé rossz paszba is voltam, nem volt kedvem, nem is ment úgy, úgyhogy gyakorlatilag nagyjából 5 nap kimaradt, amikor abszolút nem dolgoztam, és ezeket meg kell most próbálnom egy kicsit behozni. Úgyhogy tegnap még este volt még egy fotózásom, úgyhogy most jelenleg itt 2 babakocsi várakozik. Szét fogom majd szedni mindegyiket, mert hogy délután jönnek, és most még el kell mennem még egy babakocsiért. Nem annyira messze, úgyhogy ez egy pozitív dolog, viszont ezt csak most kaptam meg ezt a visszajelzést, hogy akkor mégiscsak menjek érte ma. Úgyhogy erre most rá fog menni nagyjából a fél dél előttem, kiolvasztottam a húst, hogy ma csinálok egy kicsi ilyen csirkeszárnyból pörköltet. Tegnap bevásároltunk, vettünk megint dinnyét, és én nem tudom, hogy mi van most, de hogy idén annyira finom a dinnye, hogy az csuda. Szóval, hogy az elmúlt években úgy keresgélni kellett egyet-egyet, most meg össze-vissza 2-t vettem, és mindegyik iszonyatosan finom volt, úgyhogy ennek nagyon örültünk tegnap. Összedobtam még estére ilyen 1 tál ételt, aztán abszolváltuk úgy, ahogy a lakógyűlést, és nagyjából megcsináltam mindent, amit kellett. Kirándulni mentek Emmáig, úgyhogy őnekik kellett még bepakolnom ilyen szúnyogírtót, meg zseppénzt, meg ilyesmiket, meg hát ugye esőkabát, meg ki tudja, hogy esni fog-e az eső, úgyhogy ezeket így megcsináltuk, aztán elment reggel ma mindenki suliba, oviba, és már nagyon várják, hogy hétvége legyen, és egy kicsit itthon maradhassanak, és én is nagyon várom a holnapi csornai foci tornát, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogy fog alakulni, nagyon izgul a fiam, nagyon szeretjük ezt a focit, és én is nagyon szeretem nézni, úgyhogy ez egy tök pozitív élmény mindig ezek a hétvégi focizások. Na, de most nem is szaporítom a szót, mert hogy van egy csomó dolgom, megkérdeztetek ti is egy pár olyan kérdést, amit szeretnék majd kifejteni, így a nyárral, meg a tervekkel kapcsolatban írtatok kommenteket, csak még nem volt időm, de most nem tudok rászállni 20 percet arra, hogy beszélgessünk, pedig tök jó szerintem, hogy így indítottam ezt a vloghetet, hogy mindig ide a kanapé elé lekucorodva egy kicsit beszélgettünk, és most is lenne miről, csak most muszáj elindulnom, úgyhogy neki kezdünk a napnak, aztán meglátjuk majd, hogy mikor lesz annyi időm, hogy egy kicsit leüljek a kamera elé beszélgetni. Az a helyzet, hogy ezáltal ma sem fogom tudni felvenni ezt a ruhatáras videót, de arra gondoltam, hogy lehet, hogy annyira nem is baj, mert ha nem tudom most felvenni, akkor ez nem a vlog hétben lesz, hanem egy teljesen különálló videóként majd akár jövő héten, vagy 2 hét múlva, és azt se bánom, mert így általában azok szokták nézni a vlog hetet, akik így elkezdik az első 1-2 részt, a ruhatáras videó az meg általában nem feltétlenül őket érdekli, úgyhogy lehet, hogy nem is baj, hogy ez egy teljesen különálló videónak fogom elkészíteni, mert hogy ahogy látom most abszolút, én úgy gondoltam, hogy majd ilyen kicsit lightosabb napunk lesz, amikor felteszem a kaját, itthon megcsinálom azt a pár dolgot a munkaterületén, amit meg kell. Számítottam rá, hogy most inkább online ezek a babakocsiknak a hirdetése, a csoportokba való megosztás, meg ilyeneket fog kellenem csinálni, de muszáj, hogy elmenjek, mert a hölgynek máskor nem jó, csak most, és én is úgy vagyok vele, hogy a hétvégénk is aztán eléggé be van táblázva, úgyhogy útnak indulok, felöltöztem, felvettem egy ilyen kis csinosabb pólót, legalábbis szerintem, és nagyon szerintem még soha nem láttatok rajtam csíkos ruhát, mert ez az egyetlen egy ilyen kis nyári csíkos póló, amit szeretek. Egy 1,5 hónapja vettem a a turiba, úgyhogy ez annyira kényelmes, viszont odáig már nem jutottam el, hogy kisminkeljem magam, de nem baj, felöltözök és indulok, mert utána úgyis jövünk haza. Na hát 9 óra 25 perc van, és ez a helyzet, hogy állok itt egy ilyen útépítésnél, mert hogy irányítják a forgalmat, és képzeljétek el, hívtak az óvodából, hogy menjek Natánért, mert hogy köhög. Az a helyzet, hogy az elmúlt egy hónapban abszolváltunk egy bárányhimlőt, ami nagyjából 2 hétig tartott, abszolváltunk egy hasmenés hányásos vírust, ami szintén 1 hétig tartott, és ezen a héten ment óvodába, és ugye péntek van, szóval már 4 napot ment, az 5. napon most mehetek érte. Mondtam az óvonénnek, hogy kell nagyjából egy 3-4 óra, és ott vagyok, szóval még jó, hogy nem ma mentem Pozsonyba, mert ha ma mentem volna Pozsonyba, akkor ez sokkal neccesebb lett volna, mert onnan akárhogy nézzük, jó pár óra még hazaérek, viszont ugye ma 7 perc és ott vagyok a végállomáson, vagy ahova mennem kell, úgyhogy mondtam, hogy amúgy tegnap este egyetlen egyszer nem köhögött, mondta a doktornő, hogy valószínű allergiás lesz, mert ilyen krákogós köhögése van olykor, úgyhogy a mai napunk az megint egy ilyen kicsit káosz lett, ráadásul az ügyfél, aki jött volna nagyjából olyan este 6 óra fél hét között, ő is felhívott és mondta, hogy mi lenne, hogyha áttennénk 2-3-ra és mondjuk Magyarkomáromba találkoznánk, nem jönne át hozzánk különböző okokból, úgyhogy az, aki úgy gondolja, hogy aki vállalkozó és saját maga oszta be az idejét, neki rengeteg ideje van és bármennyi szabadidőt megengedhet magának, őt innen üdvözlöm, hogy hello bello, talán mégse. De hát ez van. Most ez így alakult, és így is nagyon hálás vagyok, hogy ezt így is meg tudjuk oldani, meg hát igazából el tudom vinni magammal Natánt is, vagy át tud jönni anyósom is annyi időre, ameddig én éppenséggel átmegyek, úgyhogy amúgy nem probléma, meg mindent meg tudunk oldani, csak hogy itt tényleg így ezekért a dolgok véget is, vagy ezek miatt is meg tudok csúszni így az egész napi dolgaimmal, vagy a munkámmal, hiába próbálkozok én ilyen szabadúszó lenni idézőjelben. Na hát 10:11 elmúlt, és hazaértünk, Natánnak ez a krákogó köhögése van, ami igazából nem ilyen megfázás vagy hasonló, hanem ez ilyen allergia, legalábbis nagyon úgy tűnik, viszont az allergológusokhoz, hogy papírt tudjon kapni róla, nagyjából 1 év a várakozási idő, ami szerintem extrán abszurd, úgyhogy én megyek majd az asztmás injekciómra jövő héten, és akkor majd megkérdezem, hogy nem lehetne esetleg, vagy hogy is lehet bejutni allergológushoz, mert mostanában egyre kevesebb itt a környéken az orvos, és az időpontok ilyen ténylegesen 1 éves várakozási idővel vannak. Na de, neki kell állnom ebédet főzni, illetve a babakocsi, amit most hoztam, az már tisztítva van, ami annyit akar, hogy én dezinfikáló szprével, azaz fertőtlenítővel át fogom fújni az egészet, és meg kell csinálnom most a fotózást róla, és aztán utána pedig jön a másik kliens, akivel ugye időpontot kellett cserélni, vagyis hát átrakni egy kicsit így a mai délutánra, még edzés előttre, úgyhogy nagyjából ennyi a terv. Kicsit másképpen gondoltam ezt a mai napot, de hát ez a szép a vlog hétben, hogy hiába tervezek valamit így vagy úgy, nem pont úgy alakul, és hát ez a spontaneitása szerintem ennek is megvan egyfajta varázsa, illetve konkrétan meg kellene csinálnom a terveket a nyaralásra, ami azt akarja, hogy nagyjából, hogy mik azok, amik nem maradjak itt, mik azok a dolgok, amik nem maradjanak itthon, mik azok, amiket főzni szeretnénk, stb. Ezek még benne vannak így az elmúlt, vagy az elkövetkezendő 1-2 hetes tervemben. Egy pillanat, kedvesem, jó? Szeretlek. Szóval ezek benne vannak a terveimben, mert hogy utána nálunk már kezdődik a nyári szünet, vagyis hát sőt később kezdődik, mint Magyarországon, mert Magyarországon június 15-tel szokott kezdődni, ha jól emlékszem, és itt pedig július 1-ével kezdődik a nyári szünet, viszont utána besűrűsödnek az események, mert hogy első héten a fiam megy táborba, aztán úgy folyamatosan lesz valami, úgyhogy amennyire tudok, addigra szeretnék úgymond előre elkészíteni mindent, nem tudom, hogy értitek-e, na mindegy, nem beszélek tovább, mert neki kell állnom megcsinálni a dolgomat. Lányok, most már 4:41 van, és az a helyzet, hogy átjött közben Ildikó barátnőm, ugye? Ebédeztünk Keresztanyúval együtt. Evett ő is egy kis gulyáslevest, kávéztunk, beszélgettünk, aztán most még mesézünk egy kicsit, ugye? Aztán játszunk, aztán átvisztük még a babakocsit Magyar Komáromba, aztán utána megyünk a nagyokérre, és megyünk foci edzésre, és délután meg még Éva barátnőm is be fog ugrani valószínű, legalábbis úgy beszéltük meg. Úgyhogy szerintem ezt a vlogot le is zárom. Hozzá, majd jön délután az Éva, mit szólsz hozzá? Hát jó lesz. Jó lesz? Na, ami azt akartam mondani nektek. Majd tehát délután elmegyünk dolgozni, és én nem vidálik a Éva. Nem, jön velem beszélgetni veletek, meg egy picit játszani, jó? Jó, de hát tök én vagyok, és nem váljunk. Hát de addigra már hazajönnek a nagyok is. Jó? A suliból. Na, amit még mesélni akartam nektek, hogy a nyaralással kapcsolatban, vagy ezekkel a nyári tervekkel kérdeztetek többen. Egyszer már egy live-ba említettem nektek, hogy idén egy ilyen hatalmas nagy mérföldkőhöz érünk, mert hogy idén tengerhez is megyünk, ami azt jelenti, hogy Olaszországba fogunk menni, méghozzá Bibionéba. Nagyon-nagyon kíváncsiak és izgatottak vagyunk. Ez lesz a közös családi nyaralásunk, illetve már tradíciónak számít, hogy anyukámékkal Almádiba megyünk egy hétre, ugye? Megyünk a mamival, meg a Szimcsivel, Danival, úgyhogy ez egy ilyen jó kis parti szokott lenni, és nagyon sokat gondolkoztunk, hogy hova menjünk tengerhez. Horvátország volt még bent úgy a landba, és hát októberre még van egy ilyen hatalmas nagy dolog, amit még egyelőre nem szeretnék lelőni, viszont ez is egy olyan álmunk, amiről még talán álmodni sem mertünk volna, és egy hatalmas lehetőség, úgyhogy az össze még meg fogok veletek osztani egy olyan dolgot, amiről nem is álmodtam, hogy ezt mi megkapjuk, ezt a lehetőséget. Viszont nyára ez a kettő úgymond tervünk van, hogy Almádiba megyünk egy hétre, és hogyha valaki esetleg Almádiba tud jó éttermet reális áron, akkor légy szíves, írjátok meg, mert megmondom nektek őszintén, hogy még nem találtuk meg. Úgy például, mint ha Balatonberénybe mentünk, akkor a Lamantin étterem, az egy annyira jó kis mit csinál? Annyira jó étterem, hogy imádtunk ott tenni, és hatalmasokat kajáltunk, és nagyon jó áron, és nagyon-nagyon szerettük. Viszont Almádiban most már 3 éve járunk, vagy 3? Azt hiszem, anyukám még több. És nem találtuk meg a strand környékén azt az igazi éttermet, amire azt mondanám, hogy hű de jó, és hű de szuper, és nagyon szeretjük. Úgyhogy ha esetleg tudtok, akkor azt írjátok meg. Az olaszországi nyaralásunkra pedig, hát nagyon kíváncsi vagyok, úgy tervezzük, hogy hajnalba fogunk indulni, autóval fogunk menni, elvileg 5-6 óra az út, úgyhogy a tervezett indulás az ilyen hajnali 3 óra, 3-4 óra, hogy a gyerekek remélhetőleg visszaállszanak majd még az autóba, és mi pedig hát nyilván tudunk majd felváltva is vezetni, hogyha kell, bár a férjem azt mondta, hogy ne vicceljek vele, hát hányszor vezetett már 5-6 órán át, de még soha nem voltunk Olaszországban, sőt, igazából én Magyarországon és Szlovákián kívül egyetlen egyszer voltunk még Szlovéniában egy nyaralásunk alkalmával, azon kívül én még abszolút sehol nem voltam, úgyhogy nem vagyok egy túl nagy világjáró, wellnessezni gyakran szoktunk menni, és nyaralni is mindig megyünk, mert ugye számomra nagyon fontos, de a tengert még soha nem láttuk, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mégis milyen a sós tenger, milyenek a nagy hullámok, nagyon izgatott vagyok, hogy mégis milyen lesz. A szállásunk is elvileg közvetlenül a vízparton lesz. Érdekes volt ez az egész foglalás, mert hogy itt a környéken az utazási irodák nem nagyon tudtak olyan ajánlatot adni, ami nekem tetszett volna, viszont az egyik csoportban, Lamomi csoportban az egyik anyuka, mit csinálsz? Egyik anyuka mutatta, hogy hol voltak, igen. Én is szeretlek, kicsim, hogy hol voltak tavaly, és nagyon jó szívvel ajánlja, és elküldte a linket, meg az utazási irodához is a linket, és hogy ugyanoda foglaltunk, mert nekem annyira megtetszett, meg hát ugye reális képet adott róla, hogy mik vannak, mik nincsenek, mennyibe kerül, pontosan hol van, a saját képeiket is megmutatta, szóval nem csak egy idegen utazási iroda képeit láttuk, hanem tényleg egy olyan anyuka társunknak a tapasztalását hallhattam meg. Igen, már megyek is veled játszani, jó? Úgyhogy Olaszországba megyünk, és majd beszélek, vagy szerintem fogok ott vlogolni. Most lezárom ezt a videót, ezt a mai részt, kicsim, nem elásik a kamera, jó? Majd megmutatom, jó? Ezzel majd mindjárt odaadom, és ha megnyomod ezt a gombot, azzal, jó? De vársz! Szóval, hogy lezárom ezt a videót, mert hogy ahogy látjátok, egy kicsit másképpen alakult ez a nap, mint ahogy terveztük. Úgyhogy legyen szép napotok, holnap találkozunk focitornán, méghozzá hova megyünk? Csornára megyünk, mi lenne a focitornára, úgyhogy hajrá Dinamo, hajrá Újfalu, ezt fogja anya kiabálni, ugye? Na!